Magyarországon évente mintegy 7000 új mellrákos beteget diagnosztizálnak, közülük mintegy 2000-en halnak meg a betegségben, ami egyébként korai stádiumban kiszűrhető és gyógyítható. Az október 5-i mellrák elleni fehérvári séta célja, hogy évről évre felhívják a hölgyek figyelmét, egészségük védelme érdekében rendszeresen vizsgáltassák meg magukat, és a köztes időszakokban végezzenek önvizsgálatot is. Östör Anna Mária egészségügyi tanácsnok szeretettel invitál mindenkit a szombati rendezvényre. Szeretnénk itt növelni a mellrák szűrésen megjelent hölgyek számát, ami a Covid óta sajnos borzasztóan lecsökkent, nem csak Fehérváron, hanem ez mindenhol egy tendencia. Én nagyon szeretném, hogyha ezek a mutatók javulnának. De szeretném azt is elmondani, hogy ez nem csak a hölgyekről szól. Minden olyan esetre szeretnénk felhívni a figyelmet, amikor valakinek valami panasza van, tudja, hogy esetleg valami komolyabb problémája lehet, az igenis forduljon orvoshoz. Kollégánk Kovács Szilvia a gyógyulásának történetével arra hívja fel a figyelmet, hogy az időben felfedezett mellrák gyógyítható. Azért szükséges az önvizsgálat és a szűrővizsgálaton való részvétel egyaránt, mert a betegség sajnos nem csak a 45 és 65 év közötti korosztályt érinti. Azért tartom fontosnak, hogy én is részt vegyek ezen a sétán, és elmondjam majd a gondolataimat, mert ez évről évre így szokott lenni, hogy a tapasztalataimról beszámolok, mert hogy már 9 éve estem át ezen a betegségen, és szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy egyrészt akinek a családjában van ilyen betegség vagy előfordult, annak sokkal jobban oda kell magára figyelni, én is ugyanígy jártam, az én édesanyám is szenvedett ebben a betegségben, hál' Istennek ő is egy túlélő. Október 5-én szombaton 9 órakor kezdődik a gyülekező az országalmánál, amelynek során a résztvevők megkapják a sétát jelképező rózsaszín lufikat és szalagokat. A püspöki palota sarkánál található külön sátorban szintén már 9 órától egészen a séta végéig mammográfiás vizsgálatra kérhetnek időpontot azok a hölgyek, akik magukkal hozzák a szűrésre szóló meghívót, de bárki kérhet tanácsot, információt. A megnyitó 10 órakor kezdődik, majd a köszöntőket követően indul a séta az országalmától.